A vadgazdálkodás szempontjából igencsak eredményes, a pénzügyi területen azonban nagyon nehéz évet zárt a Sárospataki Hubertus Vadásztársaság, fogalmazott évértékelőjében az elnök. Gazdaságilag csőcélén vagyunk, megmondom őszintén, árbevételünk nem úgy alakult, ahogy kellett volna. Ugyan a vadászatot osztuk, de hát a vatósára a békafenekénél van, rengeteg vadkát kifizettünk, villamosítottuk a vadászházunkat, riasztóberendezéssel kellett ellátni, mert feltörték kétszer, úgyhogy több mint 2 millió forintot csak kidobtunk az ablakon a semmiért. Úgyhogy egyelőre most azt tudom mondani, hogy ez az év, ez felejthető. Hát a vadgazdálkodás szempontjából jónak értékelem az évet, a tervet hozni tudjuk, 8 bikát ejtettünk el, ami nagyon szép eredmény, 27 bakot lőttünk, ami szintén nagyon szép eredmény. A muflonból abból 4-et sikerült elejteni, abban van egy aránylag szép kos. Az őszből a tarvadat még most fogjuk selejtezni, az abból tudjuk hozni a tervet, a szarvasborjúból még 3 vagy 4 ejtető el, abban is bízunk, hogy február hónap ezek elejthetők. Muflon most már itt van a területünk, köszönjük ennek a nagy hónak, úgyhogy avval sem lesz probléma, hogy abból is hozzuk a tervünket, úgyhogy a vadászattal is problémám. A hétvégi ünnepi eseményen az elmúlt évben legtöbbet dolgozó vadászok kitüntetésére is sor került. Dobronyi Ferenc hivatásos vadász, Nagy György és Csepej Barnabás vadásztag emléktört kapott jóközösségi munkájáért. A Hubertus kereszt bronz fokozata kitüntetésben Fazekas László titkár, az ezüst fokozatban pedig Albert István vadászmester részesült. Ezt a vadászkamara lehetőségéből a vadásztársaságon keresztül kaptam meg. A vadásztársaság javasolt a kamaránál, és pedig az elmúlt 10 éves munkámért, mint vadászmester, melyet a vadgazdálkodási tevékenységbe folytattam. A Hubertus keresztnek a bronzfokozatát kaptam. Nagyon meglepett a dolog. Végül is örülök neki, hogy társaim úgy döntöttek, hogy megérdemeltem végül is ezt a kitüntetést. 99-ben, amit elkezdtem, annak most beérett a gyümölcse. 12 éve vagyok a Hubertus vadászásnak a tagja. Meglepett a kitüntetés tulajdonképpen. Nagyon örülök neki, mert ez mégis valamilyen szinten elismerés, ugye? Jó a közösség, jó a társaság, jó a csapat, szépeket vadászunk, körülbelül ennyi. 14 éve vagyok tagja a vadásztársaságnak, Szabolcsban lakom lent, egyébként szerencsés születésű vagyok, Sárospatakot elég jól ismerem, és egy szerencsés találkozás alkalmával sikerült a csapathoz csatlakoznom, ami számomra megtiszteltetés, és nagyon szeretem ezt a környéket, az itt lévő embereket, tehát kellemesen tudom tölteni az időmet. A kitüntetések után miskolci művészek és sárospataki diákok adtak színvonalas műsort. Ezt követően vadászvacsorával, majd zenés táncos mulatsággal zárult a Sárospataki Hubertus Vadásztársaság évértékelő vadászbálya.